Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. 16. alkalommal rendezte meg a Múzeumok őszi fesztiválját a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum. Odor János, az intézmény igazgatója elmondta, számos újdonsággal készültek a több mint egy hónapon keresztül tartó programsorozatra. Különleges foglalkozást tartottak a Vosinszky Mór megyei múzeum főépülete előtt, a Múzeumok őszi fesztiválja keretein belül és az Állatok világnapja alkalmából terápiás ebekkel ismerkedhettek a gyerekek. A program fő célja a felelős állattartás népszerűsítése volt, illetve hogy megmutassák, mennyi mindenre lehetnek képesek négylábú barátaink, amennyiben időt szánunk a képzésükre. Terápiás kutyáink azok nagyon jól képzettek, rendkívül sok trükköt tudnak, nagyon sok játékot tudunk a gyerekekkel játszani, és ezeken keresztül megismerik a gyerekek azt, hogy hogyan kell bánni, foglalkozni a kutyussal. Ők is tudnak tőlük trükköket kérni, tudják őket pórázon vezetni. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú délutára számítunk. Mi azt valljuk, hogy lényegében bármelyik kutyusból lehet, igazából nem a fajta, hanem azt dönti el, hogy terápiás kutyus lesz-e, hogy átmegy-e azon a nagyon szigorú kétkörös vizsgán, amit a terápiás kutyáknak teljesíteni kell. Egy terápiás kutyának a temperamentuma és az egész habitusa arra van igazából teremtve és arra van képezve, hogy minden körülmények között stabil tudjon maradni. Tehát, hogyha például, ne adj Isten, valaki rálép a farkára, vagy egy kisgyerek meghúzza a fülét, akkor semmilyen agressziót nem mutatnak a terápiás kutyák. Bacsi! Vagy mutatni? Most adott neked is, nézd csak ide, bacsi! Bán Edith szerint a terápiás kutya korosztálytól függetlenül mindenkinek való. Nagyon jó tapasztalataink vannak, például a speciális óvodában, vagy az alapítványunk tart különböző mozgásterápiás iskola előkészítő. Vannak kolléganőink, akik idős otthonokba járnak, öregekkel foglalkoznak, tehát igazából ez egy nagyon sokrétű munka, amit tudunk csinálni velük. Igazából a felvezető dönti el, hogy ő melyik részére hivatott, és azzal együtt a kutya is. Úgy gondolom, hogy egy elég jó irányba indult el az állattartás, viszont még valóban sokat kell tanulni, és nem feltétlenül mindig az internet az, aki nekünk a legjobb tanácsokat tudja osztani, úgyhogy én inkább azt javaslom, hogy olvassanak utána, de olyan helyeken, ahol tényleg kutyakiképzők mondják el a véleményüket, és nem az utca embere. CB Rádió barátja, hanem mint ütlegelő eszköz barátja is, mert azért lehetett vele. Idén 16. alkalommal rendezte meg a Múzeumok őszi fesztiválját a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeum. A programsorozatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. Minden év szeptembertől novemberig terjedő időszakban az ország számos intézményeiben is programok százait rendezik meg. Idén is így van ez, 600 helyszínen 1200 programot lehet megtalálni az őszifesztivál.hu nevű honlapon, melyen a Szekszárdi Vosinszky Mór megyei múzeumnak a ideilleszkedő 25 programja is beletartozik, tehát mi is gyarapítjuk ezt a sort, és már a legelejétől a programnak már csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, hiszen nyáron a múzeumok éjszakája, ősszel pedig a Múzeumok őszi fesztiválja az a nagy hívó rendezvény sorozat, amelynek segítségével azt gondoljuk, hogy kicsit máshogy meg tudjuk mutatni magunkat, illetve kiállításainkat és a múzeumainkat. Minden őszi fesztiválnak van egy jelszava, idén múzeumi harmónia címet viseli, az a közös behívó fogalom, amely most a pandémiát követő időszakban azt gondolom, hogy különösen is aktuális lehet, hiszen a múzeumok, mint általában a kulturális intézmények egyfajta szellemi felüdülést is hozó intézményeket is felfoghatjuk, és nagyon bízunk benne, hogy sokan élnek is a sok bezártságot követően az ezek által kínált lehetőségekkel. Ezen belül a MÖFÖS programoknak van mindig egy-egy al cím, illetve nem is egy, hanem 6-8, bringáz, tekerj velünk, utazó múzeum, és még sorolhatnám azokat a programpontokat, amelyek azt is próbálják erősíteni, hogy a múzeumok nem csak feltétlen az épületeken belül, hanem akár kimozdulva is a múzeumi tudásnak a segítségével tudunk valami érdekeset mutatni az itt lakóknak, illetve a környékben élők számára is.
számos újdonsággal készültek az idei alkalommal, mondja az igazgató. Részben itt a pandémiára visszautalva szeretnénk adózni a Covid járványban, frontvonalban küzdő részben rendfenntartó, részben egészségügyi dolgozóknak, részben tanároknak is, akik különösen kitettek az elmúlt időszakban maguknak. Tehát őnekik egy-egy ilyen rendhagyó tárlatvezetéses napot kínálunk. A két időszaki kiállításunk, amit az a múzeum főépületében, illetve a megyeházán található, lesz egy-egy finiszázs rendezvény, rendhagyó tárlatvezetéssel szintén. A túrázásokról, kirándulásokról beszéltem, ezek részben csatlakoznak és kapcsolódnak a Mészöly Centenáriumi Emlékév programjaihoz, tehát részben Szekszárd belső területein, központjában tartunk vezetést Mészölyhöz köthető helyszíneken, illetve a nem olyan rég megnyílt Mészöly tanyára is ki fogunk kirándulni munkatársainknak a közreműködésével. Folyamatos lesz az időszak alatt az utazó múzeum, az utazó bőrönd programpont, amely a múzeumpedagógusunk a környéken, illetve a városunkban lévő óvodákat igény szerint látogatják, és hát pont olyan műtárgyakat hoznak, amely valószínűleg érdekes lesz a gyerekek számára. 30 esztendővel ezelőtt hunyt el a szekszárdi születésű Csengei Dénes író, közéleti személyiség, aki irodalmi munkássága mellett jelentős szerepet vállalt a rendszerváltás időszakának politikai életében. A fiatalon eltávozó alkotó életét dolgozta fel Bartusz Domokos László Lélek szakadtak című kötetében, amelyről író-olvasó találkozó keretében beszélgetett Csengei tisztelőivel. Csengei Dénesnek az első kötete, a Gyertyafénykeringő jelent meg most a Szépirodalmi Kiadónál. A novellák, amelyek ebben a könyvben találhatók, szomorú, sokszor tragikus léthelyzeteket mutatnak be, és ilyen az egész könyvnek az atmoszférája, és mégis azt mondanám, hogy nem teljesen reménytelen ez a könyv. Nem reménytelen, mert én sem vagyok reménytelen. Nem annyira tragikus, mint tragédiák utáni időkben élünk. Nem az van feladva nekünk, hogy elszenvedjük a tragédiákat, hanem hogy túltegyük magunkat rajtuk, kinőjünk belőlük, anélkül, hogy eltagadnánk őket. Ez a beszélgetés részlet azon kevesek egyike, melyet az archívum megőrzött Csengei Dénestől. Alig 37 évet élt, és halála óta eltelt idő arra volt alkalmas, hogy kialakuljon egy kultusz körülötte, mondta el az élete történetét feldolgozó könyv szerkesztője Bartusz Domokos László. Talán pont kellett ez a majdnem egy generációnyi időszak ahhoz, hogy úgy tudjunk rátekinteni azokra a rendkívül fontos eseményekre, amelyeket szerintem belülről megítélni nagyon nehéz, kell a kis távolságtartás ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja tenni. Csengei Dénesről írt monográfiám is gyakorlatilag 30 éve készül. Tehát én ezt már akkor tudtam a 90-es években, hogy szeretnék ezzel az emberrel foglalkozni. Nyilván nem volt ennyire tudatos, hogy most én kivárom ezt a 30 évet, de igazából most így nem bánom, hogy ennyi idő eltelt, mert valószínűleg egész másképpen látom, mint akkor láttam volna. A rendszerváltás kora egy izgalmas időszak volt, hiszen hosszú idő után szabadon lehetett megfogalmazni gondolatokat. Számos az idáig asztalfiókban őrzött munka látott napvilágot. Kíváncsi lennék egyébként, hogy mondjuk az akkor készült írásokkal kapcsolatosan mondjuk maguk a rendszerváltók most mit gondolnának, hogy milyen állásponton lennének a saját gondolataikkal, írásaikkal kapcsolatosan. Ezt nem tudom. Ami biztos, hogy talán az érték fogalmát, ha próbáljuk körüljárni, akkor pontosan ez lehet az egyik mérce, hogy vajon az akkor leírt dolgok ma is hitelesek-e. És mondjuk, nyilván nem tudok elkanyarodni Csengei Dénestől, én benne pont azt szerettem akkor is, és most is azt gondolom, hogy talán ez benne a különleges, hogy nem kell szégyelnie, amit akkor mondott, vagy akkor írt, mert hogy ez most is áll. És akkor is azt tűnt fel ő benne, úgy tudtam úgymond kiválogatni őt a sok arc közül, hogy úgy éreztem, hogy valamiért úgy éreztem, hogy rendkívül hiteles. Ez a szó mozorgott bennem folyamatosan.
Csengei művészetének egyik legnagyobb értéke a hitelessége és az igazság keresése, állítja Bartosz Domokos László. Hihetetlen sokfajta stílusban és műfajban megpróbálta magát, de tematikailag, témailag gyakorlatilag mindig ugyanazt mondta, tehát teljesen mindegy volt, hogy most egy filmforgatókönyvről beszélünk, egy novelláról beszélünk, egy politikai beszédről van szó, újra és újra gyakorlatilag ő ezt a sürgető, azonnali váltást követelő hát gondolatkört próbálta keresztülvinni, azt, hogy nincs időnk, hogy csináljuk már, hogy menjünk, hogy haladjunk, ne vesztegessünk több időt. Volt az ő lényében, írásaiban egy ilyen rendkívül türelmetlenség. Az megfejthetetlen, hogy ez a türelmetlenség abból adódott-e, hogy tudta vagy érezte, nem sok idő adatott neki az árnyékvilágban, és mindezt, amit közre akart adni, az idő szorításában kellett megtennie. Olyan, mintha érezte volna egyébként, hogy nagyon kevés idő adatik neki, tehát ezt úgy szeretem ezt mondani, aztán lehet, hogy nem igaz. Minden esetre az biztos, hogy talán ez a fajta most jó értelembe vett kapkodás is ebből fakadt. Minden esetre Csengei Dénes nem lehet helyhez kötni, mert ő állandóan úton volt. Folyamatosan cikázott, Keszthely, Szekszárd, Budapest, és ment mindenhova, ahova hívták. Azt mondhatnám, hogy ő egy ilyen utazó országnak az utazó nagykövete volt, vonaton élt, és vonaton is ugyanezt ezt a tüzes lelkesedést próbálta ott a legegyszerűbb embereknek is átadni. Tehát igazából őt nem érdekelte, ha ketten hallgatják, vagy 500-an, akkor is mondta, és csinálta, és hajtotta. Ezt nem lehet büntetlenül sokáig ebben a tempóban, ahogy ő élt, úgyhogy talán ebből is fakad az ő nagyon szomorú és hirtelen halála. Ott akkor, amikor a rendszerváltozás zajlott és ő ott élt, akkor gyakorlatilag azért volt egyfajta kultusz körülötte, pont ebből a hitelességéből fakadóan. És aztán úgy elfelejtettük, hogy csak na, elsodródtunk teljesen tőle az események, ugye olyan nagy változások történtek tényleg, hogy gyakorlatilag szerintem elfelejtettük Csengei Dénest. Most így 30 év távlatából látom azt, hogy mintha megmozdult volna valami. Most például egy emlékbélyeg sorozatot adtak ki Rendszerváltók címmel, ő is köztük van. Megjelent a Hitel folyóiratnál 3 monodrámája egy kötetben, ami még soha nem jelent meg így együtt. Mintha valami megmozdult volna, ami nagyon jó hír, azt gondolom, és csak remélem, hogy az én monográfiám is talán e felé egy lépés, ami egyfajta vitaindító. A zene az egyetlen világnyelv, amelyet bárki bárhol megérthet. Az idézet Claude Debussy-től való. A Zene Világnapján muzsikusok és hallgatók ezt a nyelvet beszélték. Számos rendezvényt szerveztek Szekszárdon is, amelynek keretében népszerűsítették a muzsikát, és nyújtottak néhány percnyi kikapcsolódást a hallgatóságnak a mindennapok rohanásából. A Szekszárdi Lisztvenen Zeneiskola növendékei muzsikálnak a város főterén a Zene Világnapja alkalmával. Yehudi Menuhin a világhírű hegedűművész kezdeményezésére 1975. október 1-én ünnepelte a világ először a zene ünnepét az UNESCO ösztönzésére. Menuhin azt mondta, becsüljük meg a muzsikát, mert ez a kultúra az emberiséget közelebb hozza egymáshoz. Hát nekünk zenészeknek, zenetanároknak nagyon fontos és megkülönböztetett figyelemmel fordulunk e felé, a nap felé. Különböző stílusú muzsikákat, különböző zenei apparátusokkal értem itt a zenekarokat, a kamara együtteseket, szólistákat, különböző helyszíneken, és hát az óvodás korosztálytól a szépkorú hallgatóságig próbáljuk ezen a napon a zenehangjait eljuttatni hozzájuk. Szekszárd városában így van ez már több éve, több évtizede. Itt a Babits Mihály Kulturális Központtal karöltve, ugye a zeneiskola, a zeneiskolás növendékek viszik ezt a, mondhatnám, egész napot. A nap folyamán szólt a zene az iskolákban, a város terein és a közösségi helyiségekben. A zeneiskolába pedig téma volt a Zene Világnapjának fontossága. Egy olyan plusz dolgot tesznek, amivel szerintem nagyon sok embernek örömet okoznak.
és ezt szerintem most ők is érzik. Egy olyan dolgot közvetítenek, amit más gyerekek nem tudnak, és szerintem ezzel ők másoknak örömet adnak ezen a napon. A hallgatóság meg remélhetőleg élvezi, és egy pillanatra meg tud állni a hétköznapokból, és egy 5-10 percre, ameddig játszunk, kicsit másra gondol. Ágostonné Bédes Kornélia azt mondja, bár a világ nagyon sokat változott 1975 óta, az, hogy valaki magas színvonalon tudjon zenélni, egy lassú folyamat, amire nem hat a világ rohanása. Mindent egy pillanat alatt el tudunk érni az internet segítségével, és azért a zenetanulás az továbbra is egy lassú folyamat maradt, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra elsajátítani és megérteni, és nekünk ezért zenészeknek, muzsikusoknak, tanároknak sokkal többet kell segíteni, megmutatni belőle az értéket, és hogy bizony ez egy lassú folyamat, viszont nagyon sok szép dolgot lehet elérni vele. Nagyon fontos ez a nap, már csak azért is, mert a gyerekekkel és az olyanoknak, akik nem élnek ebben az életformában, ismerhetik meg a zenéket. A Vármegyeház dísztermében a Szexádi Ifjúsági Fúvózenekar szórakoztatta az érdeklődőket. A több mint 30 esztendős zenekar ad lehetőséget arra a zeneiskola növendékeinek, hogy a közös muzsikálás élményét magukba szívják. Azért is fontos, hogy egy kicsit fölhívjuk a figyelmet a zenére, mert ugye most a pandémia alatt főleg a könnyű zene ugye tért nyert, vagy hát jobban, de ott is a zenészek ugye azért szenvedtek, mert nem voltak koncertek. Másfelől viszont nagyon eltolódott manapság a gyerekeknél a sport felé az érdeklődés, ami nem rossz, nagyon kell nekik. Tehát ők, nekik egy olyan életterük van, annyira elfoglaltak, hogy muszáj, hogy valamit sportoljanak, de ez mellé viszont azért nem árt, ha egy kicsit be van suszterolva a zene is, és az érzelmi világukat csak a zene tudja gazdagítani, fejleszteni. Egy kicsit fölhívja az emberek figyelmét az élő zenére, a gyerekek figyelmét pedig a szülők figyelmét a zene tanulásra. Ez nagyon fontos nekünk. Egy olyan értéket ünneplünk, ami minden ember életét boldogabbá teszi. Számunkra, mint zenészekre, ez a zenevilágnapja általában minden évben egy ilyen koncertnap. Tehát mi általában koncertezünk minden évben, itt október 1-én, néha több koncertet adunk, néha kevesebbet, de lényegében talán mondhatom, hogy ez egy karácsonyhoz, húsvéthez hasonló ünnep nekünk ilyenkor. A Szekszárdi Gadai János Gimnáziumban 15 éves hagyomány már, hogy a zene világnapjához kapcsolódóan az itt tanuló diákok megmutatják tehetségüket az Egy óra belőlünk című műsor keretében. Nagyon fontosnak tartom, hogy komoly zenei alkotásokkal ismerkedjenek meg, és ne csak a középiskolába tanuljanak, ehhez viszont arra lenne szükség, hogy az általános iskolákban is énekeljenek, kórusok legyenek, zenét hallgassanak, és olyanok tanítsák, akik ezt szívügyüknek tekintik. És akkor nem a középiskolás gyerek, tehát nem a középiskolában találkoznak először, nagyon sokan zenélnek középiskolai éveik alatt, és a zenével való foglalkozás az mindenre fejlesztő hatással van. Ezt én azokban az osztályokban különösen látom, ahol olyan diák van, akit versenyen is indítanak. A zene világnapján dallamok töltötték be az iskolákat és a tereket. Mosolyt csaltak az arcokra, akik csak néhány taktus erejéig álltak meghallgatni a zenét, vagy végigültek egy egész koncertet. Néhány perc erejéig kiléptek a mindennapos rohanásból, hogy élvezzék azt, amit a zene adhatott. Több százan zarándokoltak el a bátai Szentvér templomhoz. A legtöbben Bátaszékről és Mohácsról indultak, de az ország minden részéről voltak résztvevők. Az idei zarándoklatot a családokért szervezték. A bátai templom egyébként igazán különleges. Úgy tartják ugyanis, hogy a középkorban ott egy csoda történt. Bácsákat.
A Bátai Szent Vérkegyhely Magyarország egyetlen római katolikus temploma, ahol a középkor folyamán eukarisztikus csoda történt. Emléke fent maradt és mindmáig őrzik. Az idei eukarisztikus kongresszus során még hangsúlyosabb, kiemeltebb szerepet kapott az egyházmegye és az egész európai keresztény közösség életében. Az évek során kedvelt és már hagyományos zarándoklatokra, az előző évekhez hasonlóan nem csak Bátaszékről érkeztek zarándokok, hanem az ország különböző településeiről is. Több osztály is vállalkozott arra, hogy csatlakozzanak egy általuk kitűzött célért. A Szent Von iskola központból jöttünk, a hatodik A-osztállyal, és most Bátaszékről indulunk, és a Bátai templomba, még a kegyhelyre, a Szent Vérkegyhelyre. A zarándoklaton közel 1000 ember fordult meg, és minden korcsoport képviseltette magát. Tolnáról jöttem, és most már talán negyedik, ötödik alkalommal járom végig ezt az utat. Az idei zarándoklat célja a pécsi egyházmegye püspök által meghatározottak szerint a papi hivatásért és a családokért való imádkozás volt. A Bátaszékről indulóknak körülbelül 10 km hosszú távolságot, míg a zarándoklatot Mohácson kezdőknek mintegy 24 kilométert kellett megtenniük úti céljuk eléréséig. A gyalogosok mellett kerékpáros és motoros zarándoklat is indult. Hagyományos zarándoklaton vagyunk, ahogy az elmúlt években is Bátára, innen Bátaszékről és Mohácsról indul a gyalogos zarándoklat. Ebben az évben Püspök atya meghatározta számunkra a zarándoklatnak a célját és a tartalmát is. A családokért zarándokolunk, a családokért imádkozunk, a katolikus iskolák az zarándok hívekkel együtt. 1539-ben a török támadások során lerombolták a templomot, majd 1938-ban újjáépítették. A 2020-as évben Ferenc pápa Bazilika Minor címet adományozott a felújított kegyhelynek. Az ünnepi szentmisét Felföldi László pécsi megyés püspök mutatta be a jelenlévő papság celebrálásával. Csak annyit akarok és annyit szeretnék, hogy üljünk le, találkozzunk, beszélgessünk, figyeljünk egymásra, és hallgassunk Jézusra. Mert van gondolata, van üzenete nekünk, mindnyájunknak külön-külön is, és családjainknak. És ez az a közösség titok, ami megerősít. És miért akar Jézus leültetni? Hogy javítsa a szívünket, ahogy ott az apostolokét, hogy erősítsen a küldetésünkben, a szeretetünkben és a jóságunkban. Ezért vagyunk itt is. Egy picit jobbként kell hazamennünk. Jobb nagyszülőként idősek, jobb anyaként, jobb apaként, jobb papként, mert a holnaptól nem lesz bennem egy jobb érzés, hogy még szebbet, még többet tudok az Istennel kihozni az életemből, akkor nem voltam itt. Mesemondó versenyt tartottak Szekszárdon a Népmese napja alkalmából. Tolna megye különböző településeiről mintegy 30 gyerek érkezett a Babits Mihály Kulturális Központba, hogy megmérettesse magát. Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án a Népmese napját ünnepelték országszerte. Így történt ez Szekszárdon is, ahol a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében Szerencsének szerencséje címmel mesemondó versenyt tartottak kisiskolások részére. Nagyon vártuk már ezt a lehetőséget, mert nagyon szeretjük azokat a programokat, ahol lehetőséget tudunk adni a gyerekeknek a bemutatkozásra, megmérettetésre, és ahol tudjuk a népi és magyar hagyományokat ápolni. Van az én édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése, csináltasson nekem abból orsót, akkor én is megfonom az aranyfonalat. Aranyosak, kedvesek a gyerekek. Amikor engem megkerestek, hogy akarnak egy mesemondó versenyt rendezni, akkor még csak 14 jelentkező volt, aztán hirtelen megugrott, úgyhogy 34 gyermek
jelentkezett az iskolákból, ezek csak inkább másodiktól hatodik osztályig, tehát középiskolások nincsenek. De én úgy gondolom, hogy ennek is örülni kell a mai elektronikus világban, amikor a számítógép és a tévé adja az információt, amikor már időt szakítanak erre. Ennek örülni kell, hogy vannak ilyen pedagógusok és ilyen szülők, hogy fontosnak tartják a mesemondást. A gyerekek állat- és tündérmeséket, valamint tréfás történeteket meséltek el. Javarészt Benedek Elek műveiből válogattak, de elhangzott bukovinai népmese is. Sebestyén István, a zsűri tagja elmondta, a mesemondás szempontjából nagyon fontos az, hogy a gyerek értse, érezze a mesét, hiszen akkor tudja a legnagyobb átéléssel előadni. Petőfi Sándor evangélikus általános iskolából két diák indult a versenyen, mindketten székely népviseletben álltak a színpadra. Jár hozzám több székely gyerek, és székely mesemondó versenyekre is szoktunk készülni. Országos bukovinai székely mesemondó versenyen vettünk már többször részt, és Mátyás király mesemondó versenyekre is szoktunk menni. És a Bonyhád környékén, ha szerveznek mesemondót, mindig részt veszünk, nagyon szeretjük a meséket, és most már nagyon régóta, amikor megkaptuk a felhívást, azóta készültünk erre a mesemondó versenyre. Ej, de jó, de pompás! Persze, hogy belevődnek a gombózba. Csak hogy annál többet ehessenek. Hiszen, tudta a másik hazó, elég nagy gombóc volt, szeret igaz. Beke Nóra a szekszárdi Baka István általános iskolából érkezett, és Benedek Elek a Szilvás gomboz című meséjével lépett színpadra. Nóri elmondta, hogy nagyon izgult, hiszen első osztályos korában volt utoljára mesemondó versenyen. 3 hét, vagy hát igazából ezt így nagyon nem számoltam, de volt bőven idő megtanulni. Először úgy tanultuk, hogy olvastuk, és közben felnéztünk. Utána már ráfeküdtünk arra, hogy kívülről tudjuk, és a végső lépés volt a hangsúlyozás. Sebestyén István azt is elmondta, hogy a népmese gazdagsága, sokszínűsége egyedülálló. A legkisebb gyerekektől egészen a legidősebb korosztályig mindennapi táplálék a mese, pótolhatatlan és utánozhatatlan élményt adó utazás. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!